Hú, de jó kis szél kerekedett itt. Na még arra se esküszöm meg, hogy ez a kis popfilter megteszi a kellő szolgálatot. Ez a kis szél szűrő mikrofon. Minden esetre sokkal jobb, mint a kamera saját mikrofonja. Ú, még könnybe lábad a szemem. Jó kis egészséges szél fúj. Akkor ez megint egy szipogós videó lesz. Kijövök ilyen izébe. Ú, kicsordult a könnyen. Én meg hogy sírok. Kijöttem már ide a futópályára. Sportos életmódot folytatni. Mert majd eludtam a gép előtt. Aztán nekem ilyenkor ez van kávészünet helyett, hogy télen már mikor kezd rám esteledni. És amikor elkezdek tátok, nyúlik a pofám, mint a csúzli, akkor hát, na mit csináljak? Izét nem iszok most már, ilyen koffein tartalmú italokat, például, hogy kólát vagy energiaitalt, mert ugye elegem lett belőle, hogy felfúvódok a szénsavas dolgoktól, meg hát, na, és egyébként se tesz jót a sok cukor nekem, a belemnek. És meg ugye fogyasztok én cukrot eleget a tejába. Tehát ilyeneket nem akarok kólával, meg hellel, meg Red Bull-lal turbózni magam. Ugye kávét megint nem ihatok, a koffein megint izgatja a beleket, meg az idegrendszerre is rossz hatással van nekem. Tehát nem mondom, hogy általánosan, az én idegrendszeremre nincs jó hatása. Jól ide tették ezt a kaput a pálya közepére. A futópálya közepére. Hát itt már sokan nem férnek el egymás mellett. Szép nagy ez a pálya, aztán majdnem egyedül vagyok rajta. Egy futó van most csak itt. Aztán mondom, itt békébe hagynak, hogyha ide kijövök videózni, nem fog hozzám szólni a kutya se. Az utcára megyek, akkor ugye tándon kerülgetne az embereket, meg hogy de most egy izével, ugye itt vagyok egy selfie botta, ugye homemade selfie botta, és hogy mindig kísérletezgetek, hogy na, kicsit más szögből mutassam magam, vagy valami. Új, ez a fa. Ez a fa. Égig ér a hegye. Látható. Új, itt volt régen egy izé. Egy olyan pálya. Egy ilyen betonpálya volt. De már nincs itt már semmi se. Itt tanultam gördeszkázni. Hát itt honnan van ez a rács, hogy itt a labdavédő látszik. És itt gördeszkáztunk, hát jó, akkor még nem volt a levéle meg sára. És ide fűződnek azok a deszkás élményeim, amikor olyat pukkantam gördeszkával a hanyat, egy könyökre. Ó, ott akkor még nem volt ilyen izei, hogy sisak, meg könyökvédő, meg bokavédő, meg ilyen védő, meg olyan védő. Nem volt semmi. Deszkám se volt, gördeszkám se volt, ugye csak elkéregettük azoktól, akiknek volt. Én nem voltam sosa sportgyerek, meg sportember, de volt néhány ilyen dolog, amit nagyon szerettem. Például a gördeszka az ilyen volt. Unokatesomnak volt egy gördeszkája, és akkor hát ő tőle nagy ritkán néha kölcsön kaptam, ugye, hogy de azon csak annyit tanultam meg, hogy épp hogy lenehessek róla. És akkor néha itt kijöttünk, és akkor itt
próbálgattunk talpon maradni, megfigurázni. És akkor én olyat estem a gördeszkával, azt hittem, hogy eltörik a könyököm, és én attól kezdve többet nem vágytam deszkára. Pedig előtte szerettem, csak aztán elgyávultam tőle. Szépen rendben van tartva ez a sportpálya. A fű gyönyörűen le nyírva. Itt van a nagy pálya, kapuval elzárva. Itt szoktak néha az afgán menekültek futballozni. Ezen a nagy pályán. Én is ide kijövök, azt nézem, hogy a kölykök hogy fociznak, mit csinálnak. Na szóval ez most nekem ez itt a körözés a sportpályán, ez a modern kávészünet vagy cigarettaszünet megfelelője, mert ugye az asztalnál már alszok elfele. Mondom, hol kéne egy olyan helyet találni, ahol nyugisan lehet videózni. És bent az asztalnál éppen lehet, csak nem akarom anyámat se zavarni, na. Jó, ő azt mondta, hogy nem zavartatja magát, fiam, videózzál, nyugodtan, ha akarsz, én nem fogok beleszólni, nem mászkálok bele a képbe, semmi. De nem tudom valahogy, na, nem akarom őt megzavarni, meg nem tudom úgy a gondolataimat összegyűjteni, hogyha ott van a háttérben, azt tudom, hogy hallgatózik, vagy mit tudom, de nem hallgatózik ő, mert füléből fülhallgató, aztán zenét hallgat, de nem, na. Még nem akarok mindig ugyanannál az asztalnál ülni, meg ugyanannál a négy fal között, hogy ülök a konyhába, de csak azért ülök a konyhába, mert ugye ott a legjobbak a fényviszonyok. Nem kell még villanyt kapcsolni. Hát akkor jöjjünk ide a pályára. És akkor itt nem baszogatna. De mire összekapom magam, addigra meg lemegy a nap. Ahogy mondtam is valamelyik nap, hogy na, itt még edzés van valakiknek, foci edzés, vagy csak, na, nem edzés, csak játszanak a srácok. Azt akkor, tegnap este jó buli volt, Christmas party volt a Draw zenekarral. Most látható fent egy videó. Fel is raktam az éjjel, még megvagdostam. Ja, hát az nem vlognak készült, csak mondom, hogy ha lemegyünk egy ilyen koncertre, most még beszélgetni se lehet. Csak ordibálni én meg azt nem nagyon szeretem. De azért csináltam néhány snittet, feltöltöttem, de nem nyilvánosba. És ugye mivel a Google meg a YouTube ez nagyon szigorúan veszi ezeket a dolgokat, hogy copyright, meg mit tudom én, meg én is azért szeretem betartani a szabályokat. Akármennyire barátok, meg haverok, én írásba engedélyt kértem a zenekar vezetőit, a Szabitól, hogy nyilvánossá tehetem-e ezt a videót. Mert, na, ki tudja, hogy azt mondja valaki, hogy hát figyelj már, majd én eldöntöm, hogy mi kerülhet a zenekarból nyilvánosságra, meg mi nem, és akkor ez úgy gondolom, hogy nem tartozik a közönségre, és akkor ezt nem. És akkor az a videó megmaradt privátba. Találkoztam néhány srácsal, nem tudom, hogy bátoriak, hát lehet, hogy bátoriak, és mondták, hogy néznek engem. Haliho, jó volt a tegnap este, ugye? Na. És akkor mit akartam mondani? Ja, igen, nekik mondtam ezt el, velük beszélgettem erre, mert kérdezték, hogy na, ma estéről lesz vlog, mert látták, hogy ott van a kezemben a GoPro, meg minden. Ezt mondtam nekik is, hogy egyrészt ugye ez nem úgy készül, mint egy vlog, mert nincs benne olyan beszélgetés. Tehát annyi volt, hogy oda mentem, a haverokkal beszélgettünk, már amennyit lehetett ugye az izébe, a zajba beszélgetni. De hát ez nem olyan, mint egy vlog.
tehát nincs mit bemutatni. Annak nem látom értelmét, hogy komplett koncertfelvételeket rakjak fel. Tehát főleg, hogy rossz hangminőségben, meg minden, az nem olyan. Másfelől nekik is elmondtam, hogy a Google ezeket rendkívül szigorúan veszi. Tehát mondtam a múltkor a saját zenémet, feltöltöttem, azt akkor elkezdett ilyen izékkel, copyrightokkal baszoktatni, hogy miféle zene ez. Tehát visszaírom nekik, hogy miféle zene a saját zeném. Miért mondom, hasonlít valamire, ami nekik az adatbázisukban van. És akkor visszajöttek, hogy nem, de hát pont azért érdeklődnek, mert ez nincs benne az adatbázisukban, aztán izei, hogy mondom, saját zeném, saját szerzeményem, gondolom, hogy feltehetem a saját videóm alá. És akkor... Libagágogás? Mi ez? Libák jönnek amonnan. Vagy libák, nem hiszem. És akkor azt mondja, hogy... Nyikorogtok, mint a rossz talicska. Na, hol is tartottam? Azt mondja nekem a Google, hogy mivel tudom bizonyítani, hogy az a saját szerzeményem, az a saját zene. Na, ember! Hát, nem á! De miért követtem valamit? Hát, miért kéne nekem bizonyítani? Hát, ha ők meggyanúsítanak engem valamivel, akkor ők nekik kell bizonyítani, nem? Nem nekem az ártatlanságomat kell bizonyítani, de másfelől, mondom, megvan az összes zenének a projektfája, itt van nálam. A projektek, ugye. És akkor azt mondjuk, hogy megint vissza egy levél, hogy akkor nyilatkozzam arról, hogy milyen szoftverekkel hoztam létre azokat a zenéket. Miért, hogyha olyan szoftverrel hoztam létre, amire nincs licencem, vagy nincs engedélyem, akkor a frász rám jön. Akkor nem használhatom fel kereskedelmi tevékenységre, és a többi, és a többi. Az meg eldurrant az agya. Visszajöttem nekik, ingyenes szoftverrel hoztam létre, Audacity-vel. És erre visszaírják, hogy nem hisszük el. Mert hogy Audacity-vel ilyen zenét nem lehet csinálni. Na, bazd meg kurva anyádat akkor. Na, azt onnantól kezdve elhatároztam, hogy én saját zenét se töltök fel a YouTube-ra. Nem érdekel. Tehát nem hagyja, hát így zaklatják, vegzálják az embert, akkor nem. Inkább, hogyha van néha olyan videó, amúgy a vlogok alá nem kell zene, amúgy se. De hogyha mégis ne talán ritkán lenne olyan videó, ami alá zene kell. Vagy mit tudom én. A múltkor volt az a kerékpártúrás videó, ugye, amiben nem szóltam egy szót se, hanem na, kitöltöttem háttérzenével. Vagy nyáron valószínűleg lesznek kerékpáros vlogok, és akkor abban lesznek majd berakva olyan snittek, amikor előrefele lesz fordítva a kamera az útra, és akkor vagy mutogatom, mit tudom én, a tájakat, amerre járok, és akkor ott nem lesz szöveg, hanem ott zene lesz. De megmondtam, hogy akkor én azokra a helyekre olyan zenéket teszek, amelyeket a YouTube alkotói stúdiójából lehet letölteni direkt erre a célra. Van a YouTube-on egy alkotói stúdió, és akkor ugye ott műfaj szerint, meg hangulat szerint, meg minden szerint lehet válogatni zenéket, és akkor azt alá tenni a videók alá. És akkor nem fog saját szerzeményeket tenni többet fel, sose. Ó, hát majd fogok én velük napokon át levelezni, bazd meg angol nyelven, mert ugye ezt már automata küldi ki, és itt már nincsen olyan, hogy
mit tudom én, magyar nyelvű ügyfélszolgált vagy szupport, akihez lehetne írni ilyen ügybe, hogy hát tessék már erre figyelni, ne nekem kelljen már az ártatlanságomat bizonygatni, ugyebár, hanem ők megvádolnak valamivel, mit tudom én, szerzői jogsértéssel, akkor ők mutassák már be annak a bizonyítékát, hogy én jogot sértek. Ha meg nem találnak egyezést más művel, mert tényleg saját szerzemény, akkor meg azt hagyd tegyem már fel. Nem? Én elhiszem, hogy a szerzői jogok azok komoly dolgok. Én is, mint szerző, meg tartalomgyártó, azért én is kényes vagyok az ilyen dolgokra, mert na, én se szeretném, hogyha engedély nélkül valaki pénzt keresne olyan szerzeményemmel, amit én esetleg ingyen osztok meg másokkal. Mert nekem például az összes zeném, amit publikáltam, az a Jamendon van fent, és ugye Jamendo az egy ingyenes zenei adatbázis, tehát aki a Jamendon publikál, az azért publikálja, hogy ezt ingyenesen lehessen hallgatni, ingyenesen lehessen letölteni. Ez nem azt jelenti, hogy kereskedelmi tevékenységre fel lehet használni. Sokan ott tévesztik el a dolgot, hogy letöltenek egy zenét például ezekre a Free Play Musicról, vagy a Royalty Free Musicról, és feltöltik a YouTube-ra a videó alá. És akkor jön a figyelmeztetés, hogy harmadik féltől származó tartalom, és így jön a büntetés, meg mit tudom én, és akkor mondják, hogy hát hogy? Milyen igazságtalanság? Hát ez ingyenes zene. Ingyenesen letölthető zene. Na igen, a zene ingyenesen letölthető, de az azt jelenti, hogy magáncélra. Tehát letölthetem, mit tudom én, családi videó alá odavágom. Ezt a videót én privátba fel is tölthetem, vagy nem nyilvánosba fel is tölthetem, és nem kereshetek vele pénzt. Ha már mondjuk én szerződött YouTube partner vagyok, és én reklámbevételekből pénzt keresek, akkor például, amit a Royalty Free-ről letöltöttem, azt én nem tölthetem fel saját videókat, mint saját szerzemény, mert arra már nem szól az engedély. Arra is vigyázni kell, ha az ember például ilyen izéket csinál, olyan zenéket, hogy szövegeket ír, és lupokat keres, és azokat tölti fel, hogy meg kell nézni mindig a felhasználási feltételekbe, hogy arra is szól-e az engedély, hogy én azt megosszam. Mert hogyha csak arra szól az engedély, hogy én azt szabadon letölthetem, és szabadon kevergethetem, meg szabadon szórakozhatok, de meg kell, hogy tartsam magamnak, akkor bizony a YouTube ilyenért tilthat, meg bannolhat, hogy tovább van osztva, tovább van adva. Én annak idején töltöttem le ilyen ingyenes akapellát, és csináltam hozzá ilyen zenei kíséretet. Ez azért volt, mert tanultam, hogy kell az éneket kevergetni, és nem volt ugye nekem mintám, hangmintám. És kerestem ilyen akapella gyűjteménybe, profi stúdió énekesek által felénekelt akapellákat, és akkor én ehhez gyártottam zenei kíséretet, és gyakoroltam az éneknek a keverését rajta, hogy na mégis, hogy kell az ének hangot kevergetni. És bizony, mikor feltöltöttem a YouTube-ra, akkor jött egyből a figyelmeztetés, hogy harmadik féltől származó tartalom miatt, mit tudom én, akkor még nem volt az, hogy letiltott a csomó országba, hanem az volt, hogy ugye a belőle származó reklámpénz az, hogy mondjam, az a eredeti szerzőt illeti meg. Hát, akkor nem is volt vele baj, mert ugye az a másik csatornámon volt, a Bonfire csatornámon, ami meg ugye nem volt ilyen bevételes cucc. Mert ezt nem nézték ennyi. Hát
Szóval kemény dolog ez a szerzői jog, meg hogy magáncélú felhasználás, meg megosztás, meg egyebek. Jön a könnyem, nap lement. Vlog is már jó hosszú lett. Kellőképpen felébredtem. Most már nem vagyok álmos, nem alszok le, úgyhogy szerintem én hazafele is veszem lassan az irányt. Jó éjszakát, gyerekek!